A Győri Kórház B épülete mellett adta át a West Hungária Bau Kft. Azt a két berendezést, ami nagyon nagy segítséget jelent a megyei egészségügyi intézmény számára. A VHB felelős nagyvállalatként több mint 10 éve támogatja a Petszaladár megyei oktatókórház különböző osztályait. Évről évre több millió forint értékben segítjük az eszközbeszerzéseiket, és ennek a több mint 10 éves hagyománynak egy újabb mérföldköve ez a mostani adomány, egy 13,5 millió forint értékű adományról beszélünk. Ez két darab lélegeztető funkcióval is bíró altatógép, amelyet az anesteziológiai osztály fog megkapni. A cégcsoport korábban egyeztetett arról, hogy milyen típusú felszerelések lennének a leghasznosabbak a Győri Kórház számára. Ezek nagy tudású altatógépek, amik limitált körülmények mellett, de hosszú távú lélegeztetésre is alkalmasak. Nekünk borzasztóan nagy segítség, mert addig, amíg a járványhelyzet fennáll, addig minden olyan beteget, akinél csak a gyanú felmerül, és főleg itt akut betegségekről van szó, amikor nincs időnk arra, hogy megállapítsuk, hogy a beteg valóban COVID-fertőzötte, de el kell látni, műtétre van szüksége, akkor ugye ezt egy elkülönített helyen különleges előkészületek és biztonsági intézkedések mellett tesszük. Ide az eszközöket is úgy visszük, hogy azok onnan ki nem jöhetnek. Tehát nekünk plusz forrásokra van szükségünk. Úgyhogy ezek az altatógépek most addig, amíg a járványhelyzet fennáll, ezekbe a COVID betegek vagy COVID gyanús betegek számára fenntartott műtőkbe lesznek elhelyezve. Az átadó ünnepségen Kara Ákos és Simon Róbert Balázs győri országgyűlési képviselők az itt élők összefogásáról beszéltek. Az elmúlt hónapokban a győriek, illetve a Győr környékén élők óriási segítőkészségről tettek tanúbizonyságot, hihetetlen mennyiségű felajánlás, adomány érkezett, kisebbek, nagyobbak. Én azt gondolom, hogy bárki bármit ajánlott fel, az óriási segítség volt, és én nem vagyok szakember annak tudója, hogy fellángul-e újra ez a koronavírus járvány, akár nyáron, akár ősszel, de az biztos, hogyha egyszer egy újabb járvány hullámra kerül sor, akár Magyarországon, akár Európában, akkor egy olyan erős, szolidáris háttérrel rendelkező város, mint Győr, illetve Győr-Moson-Sopron megye, biztos, hogy jól helyt fog állni. Ez a koronavírus helyzet sok-sok mindenre rávilágított, legyünk őszinték, bizonyos hiányosságokra is, akár az egészségügyben, de mindezt ellenpontozza az az összefogás, ami kialakult, úgyhogy ezúton is szeretnék köszönetet mondani minden egészségügyben dolgozó szakdolgozónak, orvosnak, vagy éppen a honvédségnél, a katasztrófavédelemnél, a mentőszolgálatnál dolgozóknak, és természetesen azoknak a civileknek is, akik adományok formájában folyamatosan akár a kórháznak, akár más egészségügyi intézményeknek segítséget nyújtottak. Ennek egyik jó példája a mai nap, amikor egy nagy győri cég két altató lélegeztető gépet ajándékoz a Petszaladár megyei oktatókórháznak. A rendezvény zárásaként elhangzott, hogy a West Hungária Bau Kft. A jövőben is segíteni fogja a régió legnagyobb egészségügyi intézményét.